NAK településen több sikeres beruházás is meg fog valósulni a közeljövőben. A falu élete visszatért az eredeti kerékvágásba a járvány után. NAK községben egyébként sem jelentett különösebb problémát a COVID-19 vírus okozta kellemetlenség. Napjainkban azonban már semmit nem észlelünk. Ezekből a jelenségekből az egyetlen működő intézményünk az óvodánk, 23 gyerekkel zökkenőmentesen működik. Éppen egészségben ott vannak a gyermekek, és megkapják ott szükséges ellátást. A 2020. évben köszönhetően a COVID-19-nek semmilyen önkormányzati rendezvényt nem tartunk, ami nagyobb horderejű. A születi fesztiválon gondolkodunk még, mert ugye az szabad téren lesz megtartva. Ennek a valószínűsége még fennáll, de ezen kívül nem fogunk semmit tartani. Égető szükség volt a településhez tartozó Nosztányra vezető út helyrehozatalára. A felújítással nem csak a gazdaság fő mozgatórugóját jelentő Naki mezőgazdasági ZRT telephelyét lehet biztonságosan megközelíteni, de a település részen élő 8 család hétköznapjai is könnyebbé válnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy a top keretből támogatást nyertünk, egy régóta dédelgetett álmunk, a Nosztányi bekötőút felújítására nyertünk 110 millió forintot. Tudni kell erről a beruházásról, vagy leendő beruházásról, hogy ez az útszakasz gyakorlatilag teljesen elhasználódott, és kétségesé is vált most már, hogy a volán ott a menetrend szerinti járatait közlekedteti. Orvosi eszközök beszerzésére is lehetősége nyílt a településnek a méltán népszerű Magyar Falu program pályázatának köszönhetően. A Magyar Falu programban sajnos a 2019. évben nem volt túl sok szerencsénk, nem nyertünk támogatást, ebben az évben pedig először sikeresek voltunk. Az orvosi eszköz beszerzés pályázaton nyertünk közel 3 millió forintot, amivel ugye gyarapodni fog az itteni orvosi ellátás. Nagyon fontos eszközök kerülnek beszerzésre, többek között hordozható EKG készülék, valamint defibrillátor. Ezek akár életeket is menthetnek. Nakon jelenleg is folyik két közmunkaprogram, mondta el Rácz Róbert polgármester. 10 fő mezőgazdasági munkát végez, 10 pedig a település közterületeinek karbantartásáért felelnek.